Az elmúlt hetek időjárási viszonyai meglehetősen zordak voltak, és az előrejelzések szerint a közeljövőben még maradnak a kemény mínuszok. Ilyen tájt az emberek gyakorta élnek a kutya hideg van kifejezéssel, amivel nyilván a négylábú házőrzőink is egyetértenek. Éppen ezért nem csak saját magunk, hanem kutyáink iránt is különös gonddal kell viseltetnünk, akik gyakorta szinte családtagként vannak jelen életünkben. A rendkívül hidegben számukra is megfelelően szigetelt fekhelyet, tápláló élelmet és védelmet kell biztosítanunk. Televíziónk összegyűjtötte, milyen szempontokat kell figyelembe vennünk az érdekükben. A kutyaház nagyon fontos, hogy például kistestű kutyának ne rakjunk nagy kutyaházat, szóval nehezebben tudja felfűteni a testével ugye a nagyobb kutyaházat. Fontos, hogy az elejére ugye valami hőszigetelő függönyt rakjunk, vagy ilyen ruhát szegeljünk fel. Fontos, hogy ne legyen olyan borzasztó nagy a kutyának a házának az ajtaja, mert ugye hamar épp ki tud hűlni. Fontos dolog, hogy be legyen szigetelve, az nagyon jó lenne, ha mondjuk a kutyának a kutyaháza szigetelve lenne. Meg ugye nagyon fontos, hogy ilyenkor télen nem ruhákat kell a kutyák alá rakni, hanem nagyon fontos a szalma, és ugye a száraz szalma, minél több száraz szalmát kell a kutyának berakni. Szóval ez téves felfogás, hogy ugye télen rakjunk be ruhát nekik, mert ugye az vizes lesz, és ugye még csak több kárt csinálunk vele, mint hasznot. Jó Attiláné hozzátette, tévhit, hogy a szőr minden esetben védi a kutyát a hideg ellen, hiszen a különböző fajtájú és termetű ebek különbözően tolerálják a hideg időjárást is, de még egy vastag szőrzet sem jelent tökéletes védelmet a fagyással, illetve a kihűléssel szemben. Mindemellett a táplálkozás terén is alkalmazkodjunk a megváltozott viszonyokhoz, valamint a megfelelő vízpótlásra is állandó figyelmet kell fordítanunk. Télen is ugyanúgy itatni kell a kutyát, szóval ez tévhit, amúgy, hogy egyen havat, meg egyéb ilyen dolgokat hallottam én is, hogy hallja a jeget, ez tévhit. Isten igazából télen is ugyanúgy többször kell a kutyának a vizét cserélni, és nagyon fontos, hogy a jégre nem ráönteni kell, hanem ki kell olvasztani a jeget, és langyos vizet kell neki beletölteni. És többször, ugyanezt is többször kell. Télen nagyobb energia szükség van az állatoknál is, és ugye fontos, hogy ilyen energiadús étrendet adjunk a kutyának. Lehet ugye zsírban gazdag étrend is, ugye, mert ez ugye segít az ilyen felfűtésben. Ugye minél többször adjunk nekik, és ugye adjunk neki rendesen a kutyának kaját, amit ugye megbírni, mert télen nagyobb az energia csere is végül is, sokkal fontosabb, ugye, mert hideg van, és nehezebben vészelik át az állatok is. Figyeljünk oda a különböző fagyáló folyadékok tárolására is, melyek a kutyák számára kellemes szagúak és ízűek, ezért könnyen belekóstolhatnak, ami viszont halálos is lehet. Ahogy említettük, kedvenceinknek a téli hónapokban is nagy a mozgásigényük, ezért ilyenkor sem maradhatnak el a séták, ami kapcsán érdemes gondoskodni a mancsvédelemről is. Ugye az utakat általában amikor sózni szokták ugye a jég miatt, és ezért igen, a kutyát elviszik sétálni, és ugye a só az kimarhatja a lábukat. Hát ugye ez általában a nagyvárosokban, Pesten meg ilyen helyeken divat, hogy általában ilyen kutyának a lábára ilyen kutyacipőt szoktak húzni, aminek műbőr az alja, és ugye ebben sétál a kutya. Mi is kipróbáltuk ezt a dolgot, de az igazság, hogy elég iromtalanul járkált benne a kutya, mert ugye nincs hozzászokva. Az biztos, hogy egy kiadós séta után érdemes a kutyának a lábát lemosni, áttörölni, ugye a maradék sót esetleg lemosni, hogy nem adja ki továbbra a lábát. A szabadban kint teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, rontva ezáltal az állatprémjének természetes szigetelő rétegét. Jó Attiláné elmondta, a menhelyen is igyekeznek minden tekintetben biztosítani a kutyák szükségleteit, két naponta szalmával bélelik fekhelyüket, és a kalóriadús táplálkozásra is odafigyelnek. Hát itt is megviseli, mint általában minden állatot, nálunk itt a menhelyen is azért csak megviseli az állatokat ez a hideg, főleg ez a mostani hideg, ami ez nem igazán voltak ugye itt hozzászokva, ez a mínusz 20 fokos éghajlathoz. Itt is többször etetünk, általában elég sokszor adunk a kutyáknak húst, azt általában naponta kétszer is szoktunk nekik adni. Meg ugye meleg, próbáljuk az ételt megmelegíteni, hogy nem hidegen adjuk a kutyáknak, és ugye minden nap szinte kiolvasztjuk a jeget a víz, szóval a tájukból kiolvasztjuk a jeget. Ezek fontosak, hát itt Isten igazából majdhogy nem ezzel eltelik így az egész nap, még durván a 100 kutya etetését ugye elvégezzük.
Gondoskodjunk és vigyázzunk tehát kutyáinkra a téli hidegben is, hiszen ők csak ránk számíthatnak, kiszolgáltatott helyzetben vannak, így kötelességünk felelősségteljes és lelkiismeretes módon eljárni, mert minden kutya megérdemli, hogy jó gazdája legyen.